Láz, levertség, végtag, fájdalom, mindezek a tünetek jelentkezhetnek ilyenkor januárban, ugyanis nem csak a COVID-járvány közepén vagyunk, javában tombol az influenza is, amely ellen a legjobb védekezés a védőoltás. Vizsgálati adat bizonyítja, évek óta, hogy a magát minden évben beoltató ember, influenza vírus ellen beoltató ember, az összes többi korukozóval szembeni védekezése is sokkal jobb. Szóval ezt úgy lehet valahogy elképzelni, hogy az influenza elleni védőoltás trenírozza az immunrendszert, és egy jobb alapállapotban jön a többi korukozó elleni védekezés is. Mindemellett pedig kimutatták a fluoronát is, amely a két vírus együttes jelenlétét jelenti, és így különösen nagy veszélyt jelentenek, még az egészséges szervezetre is. Egy egyidejűséget jelent, ami azért baj, mert hogyha egyszerre van jelen a szervezetben a két vírus, akkor sokkal nagyobb eséllyel alakul ki légzési nehezítettség, ami egy kegyetlen probléma. Éppen ezért tanácsos, és ezt ki tudjuk védeni úgy, hogy hogy mindkét védőoltást felvételét javasoljuk, hogyha jelen van a védőoltás a szervezetben, nem éri váratlanul akár még az együttes támadása és a kétféle vírusnak a szervezetet. A szakember azt tanácsolja, mindenképpen adassuk be az influenza elleni vakcinát is, hiszen a koronavírus fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel jár együtt. Különösen veszélyeztetetnek számítanak a 60 éven felüliek, a kismamák, valamint a krónikus betegségben szenvedők.